Azt, hogy az ember mennyire érzi jól magát a bőrében, vagy az adott országban, ahol él, az rengeteg minden befolyásolja, kezdve attól, hogy a számára a szimpatikus párt mit kommunikál az országról, vagy hogy a médiumok, amiket fogyaszt, milyen üzeneteket közvetítenek, vagy hogy milyen éppen az adott társadalmi státusza és az életkörülményei. Így, hogyha megkérdezünk több embert arról, hogy jó-e Magyarországon élni, akkor nagyon sokfajta különböző választ kaphatunk erre. Viszont sokkal pontosabb képet kaphatunk erről a kérdésről, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy a környezetünkben lévő országok, illetve az Európai Unióban, az Európában lévő országokhoz képest hogyan teljesít Magyarország, hiszen így már láthatunk egy viszonyítási keretrendszert, hogy van egy összehasonlítási alapunk, és sokkal pontosabb képet kaphatunk az egészről. A mai videóban ilyen kutatásokat és statisztikákat hoztam nektek. Írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek mi a véleményetek a témáról, mit gondoltok az ország egészségügyének a helyzetéről, politikájáról, gazdaságáról, oktatásáról és így tovább, mennyire szerettek vagy nem szerettek itt élni, és mondjuk ha esetleg kiköltöztetek külföldre, akkor miért költöztetek ki, miért jönnétek vissza, miért nem jönnétek vissza, hogyha esetleg határon túli magyarok is nézik ezt a videót, akkor hogy ők így egyfajta külső szemmel hogyan látják az országot. Írjatok le mindenfajta véleményt a komment szekcióba, hát ha gyümölcsöző viták alakulnak ki ezekben a kérdésekben. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig 10 ok, amiért rossz magyarnak lenni. Mielőtt belevágunk a konkrét pontokba, fontos megjegyeznem, hogy a videónak nem az a célja, hogy gyűlölködést szítson, hogy utáljuk együtt az országot, hogy milyen rossz, és panaszkodjunk, és nem tudom. Szó sincs róla, egyszerűen csak arról van szó, hogy míg mondjuk például a szeretteink esetében is hajlamosak vagyunk szemet hunyni a hiányosságaik és a hibáik felett, mert hogy ők a szeretteink, és elfogadjuk olyannak, amilyenek, úgy az országunk hiányosságai és hibái felett is hajlamosak vagyunk szemet hunyni. De hogy a szeretteink, vagy például a párkapcsolatunk esetében is nem teszünk azzal jót, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémákat, és nem veszünk tudomást róluk, és sokkal jobb lenne, hogyha próbálnánk megoldani ezeket a problémákat, úgy az országunk esetében is ez a helyzet, hogyha felismerjük a gyengeségeit és a hiányosságait, akkor tudunk egy jobb és élhetőbb országot teremteni közösen, és akkor tudunk pozitív változásokat elindítani. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy felismerjük ezeket a problémákat, hiányosságokat, gyengeségeket, és aktívan, közösen tegyünk ezek megoldásáért, és próbáljunk egy pozitívabb jövőt létrehozni. Ehhez viszont első lépés az, hogy felismerjük ezeket a problémákat, és beszéljünk róluk. Úgyhogy ezért van itt ez a videó, vágjunk is bele! Elhízás. A 2016-os OECD jelentés szerint első helyet értünk el Európában elhízás tekintetében, tehát itt van Magyarországon az európai országok között a legtöbb elhízott ember az ország méreteihez képest. Világszinten sem kell azonban szégyenkeznünk, és hízhat a májunk a ténytől, hogy világszinten a negyedik helyen állunk elhízás tekintetében. Magyarországon a felnőtt lakosság 30%-a tekinthető elhízottnak, és további 30% túlsúlyosnak, tehát körülbelül 6 millió ember van ma Magyarországon, aki nem megfelelő testzsír százalékkal rendelkezik. Ráadásul különösen nagy probléma, hogy egyre nagyobb mértékű az elhízás a fiatalok, a 18 év alattiak, a gyerekek és az idős emberek körében, akik ugye különösen veszélyeztetettek egészségügyi szempontból. Az elhízásnak pedig, mint tudjuk, nagyon sok negatív egészségügyi következménye van, és akkor még a pszichológiai, társadalmi önbecsülés és stb. Ilyen témákba bele sem mentünk. Már pusztán az egészségügyi része több videót megtöltene, csak nagyon röviden pár dolog, amit befolyásol az elhízás. A magas vérnyomás, cukorbetegség, koszorúérbetegségek, stroke, csont- és izületi problémák, rákos megbetegedések, máj- és epehólyagbetegségek, illetve fogamzási és terhességi problémák. Alkoholizmus. Az alkoholizmus igen összetett társadalmi jelenség, hiszen nagyon sok dolog, ok és behatás vezethet oda, hogy valaki nagymértékben is rendszeresen elkezd alkoholt fogyasztani, mint például a családi problémák, a neveltetésből származó következmények, mentális problémák, anyagi problémák, társadalmi problémák, az emberi kapcsolatokban való probléma, önbecsülés, addikciók, társadalmi berendezkedés, kulturális hatások, trendiség és így tovább. Mi magyarok amúgy is hajlamosak vagyunk minden alkalommal inni, hogyha felvettek az állásra azért, ha kirúgtak, akkor azért, ha házasság van, akkor azért iszunk, ha szakítás van, akkor azért iszunk, ha meg nem történt semmi, akkor azért iszunk, hogy történjen valami. Magyarország a World Atlas 2018-as kimutatása szerint 8. helyen áll nem csak Európában, hanem az egész világon, tehát lakosság arányosan vetítve, mérve nekünk van a 8. legtöbb alkoholistánk az egész világon.
Ráadásul úgy tűnik, hogy a szőnyeg alá van söpörve a probléma, hiszen a KSH 379 ezer főre teszi az alkoholisták számát, addig a WHO szerint több mint 9,4%, azaz majdnem 1 millió alkoholista van itthon Magyarországon. Ráadásul a 2016-os European Report on Alcohol Policy külön kiemeli, hogy Magyarországnak semmiféle alkoholkezelési stratégiája nincs. Nagyon súlyos probléma, hiszen az alkoholisták nagy része nem csak a saját, hanem a környezetében lévő emberek életét is megkeseríti, illetve 90%-uk fel sem ismeri a saját alkoholizmusát és gyakorlatilag a halálba issza magát. Halálozások. Azt tudjuk, hogy fogy a magyar, és azt is tudjuk, hogy minél több gyereket szülsz, annál magyarabb vagy. Arról viszont keveset beszélnek, hogy nagyon sokan halnak meg Magyarországon, és nem csökken a halálozások száma. Az EU 28 tagállama közül Magyarországon a negyedik legmagasabb volt az 1000 főre jutó halálozások száma, csak Bulgária, Lettország és Litvánia számai rosszabbak a miénknél. Ráadásul 2010 óta nem sikerült csökkenteni a halálozások számát azokon a területeken, amik a legtöbb áldozatot szedik, ilyenek a daganatos megbetegedések, a keringési rendszer problémái, a légzőrendszeri problémák, illetve az emésztőrendszeri problémák. A legtöbb férfi Magyarországon 65 és 69 év között hal meg, a legtöbb nő pedig 85 és 89 év között. Depresszió. A depresszióról készítettem már korábban videót, amiben megtudhatjátok, hogy mi az a depresszió, mik a tünetei, mik az okai, mit lehet tenni ellene, hogyha érdekel titeket ez a téma, akkor csekkoljátok le mindenképpen. A WHO szerint a világon körülbelül 300 millió ember depressziós, így az egyik leggyakoribb megbetegedésnek számít. Az EU-n belül Magyarországon a legrosszabb a helyzet, tehát ismét csak első helyre kerültünk, a 18 éven fölüli lakosság 18%-a vallja magát depressziósnak, második helyen van Portugália, harmadik helyen pedig Svédország. És akkor még mennyi ember van, aki szégyenli, vagy gyengeségnek tartja, vagy nem vallja be, vagy fél bevallani, vagy nem ismeri fel, ezért be sem kerül a számokba, illetve ez csak a 18 év felettieket mutatja, holott rengeteg olyan 18 év alatti tini van, akinek nagyon komoly lelki válságai vannak, és ők szintén nincsenek benne a számokban. A kezeletlen depresszió ráadásul nem csak gajra vágja az ember életét, de gyakran vezet öngyilkossághoz is. Az egészségügy állapota, halálozások. Azzal, hogy a magyar egészségügy sokszor legendásan rossz, azzal találkozik az ember, hogyha olvas híreket, penészes és rothadó kórházakról, ahol az alapvető eszközöket is hozzátartozóknak kell bevinni, vagy megtapasztalja, hogyha ne adj Isten be kell feküdnie. Viszont ami még sokkal elborzasztóbb adat, hogy évente rengeteg olyan embernek kell meghalnia, aki egyébként tovább élhetett volna. Egy 2016-os kimutatás alapján az EU-ban Magyarországon volt a harmadik legmagasabb a megelőzhető halálozások száma, és ötödik legmagasabb a megfelelő kezeléssel elkerülhető halálozások száma. Tehát csak 2016-ban 30 ezer embert lehetett volna megmenteni jobb prevenciós és népegészségügyi intézkedésekkel, és még további 16 ezret jobb és időben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal. Ráadásul a Nemzeti Népegészségügyi Központ évenkénti tájékoztatása szerint minden évben több százan vagy akár több ezren halhatnak meg különféle kórházi fertőzésekben, akik eredetileg rutin beavatkozásokra mentek volna, és teljes mértékben egészségesen és élve kellett volna távozniuk. Oktatás. A PISA tesztek során teljesítmény alapon mérik az oktatási rendszer színvonalát és a diákok teljesítményét különféle országokban egységesítve, tehát mindenhol ugyanazokat a teszteket írják meg, és nem is feltétlenül a lexikális tudásra mennek rá, hanem a diákok különféle skilljeinek és képességeinek a felmérésére. A 2016-os PISA teszt az egyik leggyengébb magyar eredmény lett 2003 óta, alig sikerült bármit is javítani az eredményeken. A magyar diákok teljesítménye minden tekintetben elmarad az OECD átlagától, a 79 mért országból 30-33. Helyen állunk jelenleg. De digitális készségek tekintetében sem ragyogunk túlzottan, ugyanis a DESI 2017-es felméréséből 28 országból a 21. helyen végeztünk, nagyon magas az alacsony iskolázottságúak és az analfabéták száma, alacsony a felsőoktatásban, a speciális képzésben és diplomával rendelkezők száma, úgyhogy minden tekintetben sajnos a magyar oktatás az el van maradva. Fizetések. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek, de ez így önmagában még nagyon kevés, mind a jegybanki célokhoz képest, mind a felzárkóztatáshoz képest, ugyanis még 2017-ben Európában az ötödik legalacsonyabb volt a fizetésünk, addig 2018-ban már a negyedik legalacsonyabb fizetéssel rendelkeztünk mi magyarok. Most persze mondhatod, hogy oké, hogy a svájciak meg az osztrákok hülyére keresik magukat, de ott minden drágább, drágább az élet, drágább a lakhatás, drágább a kaja, tehát összességében nem járnak annyival jobban. Ha nem kóbászból van a kerítés, ott se no.
Csak hogy a bérek mellett készítenek olyan összehasonlítást is, ami a vásárló erő paritáson alapszik, tehát hogy az adott pénz az adott országban, az adott ország árszínvonalához képest mennyit ér, mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni, és így állítanak össze egy olyan listát, amivel tökéletesen össze lehet hasonlítani az egyes országok fizetését. Míg a magyar átlag nettó bér ebben az összehasonlításban 13.824 euró volt, addig az osztrák nettó bér 28.888 euró, aminek a magyar a 41%-a. Ez a szám azért is fontos nekünk, ez a százalék, mert hogy a Magyar Nemzeti Bank az osztrák bérszínvonal 80%-át tűzte ki egyfajta nemzeti célul, és ennek csak a 41%-ánál járunk. Jelenleg Európában a 7. legalacsonyabb a fizetésünk, ezzel csak a horvátokat, a litvánokat, a szlovákokat, a letteket, a románokat és a bolgárokat előzzük meg. Adózás. Semmi nem vesz ki olyan sok pénzt a zsebünkből, mint az adók és azoknak a befizetése különféle formában. Egyrészt beszélhetünk ugye közvetlen adókról, amik a jövedelmet, a tulajdont és a tőkebevételt terhelik. Ilyen például mondjuk az SZIA, azaz a személyi jövedelem adó, amit mindenfajta bevételed után fizetsz ki szépen az állambácsinak. A másik formája a közvetett adók, ilyen például az ÁFA vagy a jövedéki adó, amit ugye a kereskedések fizetnek ki a különféle fogyasztási cikkek és termékek után az államnak, amire mondhatnád, hogy hát ez téged nem érdekel, ez legyen az ő problémájuk, viszont a kereskedők ezt beépítik az áraikba, tehát minél magasabb mondjuk az ÁFA és a jövedéki adó, annál drágábbak lesznek a termékek, amiket te megvásárolsz a mindennapi fogyasztásodra, tehát igenis a te problémád is. A statisztikák szerint Magyarországon évente a GDP 39,2%-át adják az adó különféle formában, illetve ismét csak első helyen vagyunk Európában az ÁFA tekintetében, ugyanis nálunk a legmagasabb az ÁFA 27%-kal. Tehát nem elég, hogy baromi alacsony a fizetésed, de baromi drágán tudsz termékeket és szolgáltatásokat vásárolni, és a fizetésed és bevitel egy jó részét még oda is adod szépen az államnak. De nézd a jó oldalát, a sok adótból milyen szép stadionok épülnek. Korrupció. A Transparency International készít egy bizonyos korrupció érzékelési indexet, ami szám azt mutatja meg, hogy egy adott ország hogyan áll a korrupció kérdésével, milyen korrupcióellenes intézkedések vannak, mennyire működnek jól a demokratikus intézmények, mennyire egyoldalúak a pályáztatások, és így tovább. Egy 100 fokú skálán lehet pontokat gyűjteni, ahol az élmezőnyben olyan országok vannak, akik a legmagasabb ponttal rendelkeznek, ahol a legkevésbé van jelen a korrupció, ilyen például Dánia, Új-Zéland, Finnország, Szingapur, Svédország. Svájc. A sor legvégén pedig a legalacsonyabb pontszámú, azaz a legkorruptabb országok vannak. Ezek közül is az utolsó helyen áll 42 ponttal Bulgária, utolsó előtti 45 ponttal második legrosszabb Görögország, és noha egy pontot javított előző évhez képest, harmadik legrosszabb az Magyarország 46 ponttal. Ha pedig felháborodva kérdezett, hogy a magyar emberek mégis hogyan hagyhatják ezt, akkor az a szomorú hírem van, hogy az Euróbarométer felmérése szerint, noha átlagosan Európában az emberek 69%-a teljes mértékben elítéli a korrupciót, addig Magyarországon ez a szám mindössze csak 38%, tehát csak 38% az, aki teljes mértékben elítéli a korrupciót, a többiek ugyanakkor, hogy hát agylopjanak, lopunk mi is, loptak ők is, loptak régen, loptak most, kész, ez már ilyen. Lopni, megyünk lopni. Senki nem szól ránk! Ezeket a tényeket, statisztikákat, kutatásokat, felméréseket hoztam nektek mára. Nyilvánvalóan rengeteg dologról lehetne még beszélni, rengeteg különféle témáról, mint például a politika, a dohányzás, mentális betegségek, addikciók, öngyilkosság, kultúra, bűnözők, és így tovább, de ennyi fért bele a mai videónkba. Még egyszer mondom, hogy a videónak nem az a célja, hogy pocskondiázzuk az országot, hanem hogy reálisan lássuk annak a helyzetét, mert én úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki szereti a saját országát és a saját hazáját, annak kötelessége, hogy tudjon ezekről a kérdésekről, és reálisan szemlélje az országot, mert csak úgy lehet pozitív változásokat hozni a hazánkban, hogyha tisztában vagyunk a gyengeségeivel és a hiányosságaival. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, illetve pöttyintsetek le a véleményeteket a komment szekcióban, írjátok le, hogy ti mit gondoltok ezekről a kérdésekről. Ne felejtsetek el ellátogatni a Tanulom Magam Facebook oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, illetve a Tanulom Magam Patreon oldalára, ha szeretnétek egy kisebb összeggel támogatni az én kis csatornámat. Illetve ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láttatok, úgyhogy csekkoljátok le, lájkoljátok be, kövessétek be, és így tovább, hogyha tetszik nektek az ilyen típusú content. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!